Dunaharaszti Biatorbágy találkozót rendeztek a Pest vármegyei első osztályú bajnokság 5. fordulójában. A mérkőzést megelőzően a vendégek egy győzelemmel és 3 vereséggel a tabella 13. helyén álltak. Míg az Ugi Márk irányított a DMTK, az első fordulóban Gödöllőn elszenvedett vereség után 2 magabiztos győzelmet aratva a 6. pozíciót foglalta el. Csapatunk emellett érdekelt a MOL Magyar Kupában is, amelyben eddig még gólt sem kapott. Így meglehetősen pozitív előjelekkel várhattuk ezt a találkozót, amelynek pikantériája, hogy a vendégeket az a Vince Gábor irányítja, aki sok borsot tört a Vecsés trénereként a DMTK orra alá. Az első percben látott vitányi lövés után bő negyed órát böjtölhettek a nézők, mire egy valamire való helyzetet kialakítottak a csapatok. Ekkor füzérbedobását egy megelőző szereléssel Szalai fülelte le, majd kényszerítőzött Batacsongorral, a második passzából pedig a lesatáron Balogh Dávidot ugratta ki. Ő beért a 16-oson belülre és elpasszolta a kapus mellett a labdát. 18 perc után 1-0-ra vezetett a DMTK. A 20. percben Róna Széki indításából baloldali akciót szőtt a Biatorbágy. A szélső meghúzott egy visszacselt Vitányi mellett, és a beadást pedig Pestinek kellett tisztázni a felugró Galambos elől. A 22. perc, Csizmadia szabadrugással repül előre, majd Rétsági Tóttal küzd a labdáért, és erőszakosan meg is szerzi, majd visszakészíti Batának, ő pedig megszerzi a DMTK második találatát. Az érdem leginkább Rétsági Ákosé. A 25. perc, Pestén indít tetszetős támadást a bal oldalon, Fellegi kezeli a labdát, majd Rétságihoz passzol, tőle kapja vissza, és egy-egy az egyel próbálkozik, majd érkezik a beadás, és a védőknek kell tisztázni. Balogh Dávid érkezett. 36. perc, Kovács Galabics lépte át a félpályát, majd Vitányihoz passzolt. Ő kiszúrta a beinduló Batát, érkezett is a labda, a csatár húzott egy váratlant, és rögtön kapura lőtt, ezzel meg is zavarta a kapust, és 3-0. A 40. perc, akárcsak 20-szal korábban Róna Széki most is a bal oldalt hozta játékba. Egy csel, majd az élesen érkező beadást Galambos 1 méterről a kapuszájából lőtte fölé. Az utolsó pillanatok az első félidőben Biatorbágyi szabadrugás, Róna Széki beadását pedig Orbán Márk csúsztatta a kapuba. Ezzel 3-1-re módosul az eredmény. És ez is volt a félidei állás. Ez már a második félidő, 52. perc. Csizmadia teljesen egyedül kezelhetett le egy felívelt labdát, majd a felpaszba Rétsági tette bele a fejét, és Pata került ezzel helyzetbe. A kapus hárítani tudott, majd érkezik Pataki, és a visszafutó Pábotont kezére pattant a labda. A játékvezető 11-est ítélt. Batacsongor maga biztosan értékesítette, és ezzel, ha nem is klasszikus, de Mester 3-ast ért el, 6 góllal vezeti a bajnoki góllövő listát is. A
23. perc Tóth Ferenc Kovács Galavicshoz. A védő csalja a métereket, majd Batát ugratja ki, ő pedig a kapufát találja telibe. Nem sikerült megszerezni a negyedik gólját. Egy perccel később Galambos nézett farkas szemet szalaival, lerázta a védőjét, majd egy gyenge lövést eresztett meg, Nacsának el sem kellett vetődnie. 69. perc, Vitány egy lőtt paszt Tóth Ferenchez, majd kapja vissza. A beadásra sajnos senki sem érkezett középen, Terécsági próbálkozhat egy ismétléssel. A beadása felpattant Tóth Ferencről, éppen Pataki elé, aki belekotor, és ezzel már 5-1. Bő negyed órával a mérkőzés vége előtt Olá Dániel szöglete érkezik. Vitányinál köt ki, ő ráfordul, és az ötösről csúnyán fölélő. 79. perc, csereként pályára lépett Gosztonyi harcolt Vajdával a DMTK 16-osán belül, majd Galambos súcatott a kapu mellé. Sokadik helyzetét hagyta ki a csatár. 84. perc, egy nagyszerű Biatorvágyi szépítési lehetőség. Szabadrúgás 17 méterről, de csúnyán fölé. 87. perc, DMTK szabadrúgás. Egy szabadrúgás kombináció, ami sajnos nem sikerült, de Szalainál maradt a labda. A hátvéd fordult egyet-kettőt, majd Vitányit játszotta meg. A szélső csele nem sikerült, és indulhatott a vendég kontra. Egy hosszú indítás előre érkezik Nacsa, de inkább visszahúzta a labdát, érzésem szerint jól tette, és Galambos megszerezte a második Biatorvágyi gólt, ezzel 5-2. Alig ha számít a végelszámolásnál. 93. perc. Maradt még egy nagyon szépen felépített támadás így a mérkőzés végére. Tóth Ferenc Gosztonyihoz majd érkezett Pataki, ő továbbította Hárinak. A támadót el nem tudták elválasztani a labdától, bemutat egy lövőcselt. Itt már kifelé sodródik, érkezik Vitányi, lekészíti neki. A kötény sajnos nem sikerült a szélsőtől, a játékvezető pedig lefújta a találkozót, amelyet a DMTK 5-2 arányban nyert meg a Biatorvágy ellen, teljesen megérdemelten. Vince Gábornak ezúttal nem sikerült a pontszerzés Dunaharasztin. A Biatorvágy az utóbbi évekhez képest igen silányan szerepel a bajnokságban, a DMTK viszont az első fordulóban elszenvedett vereség után harmadik győzelmét aratta.